Malvin névnap van. Jó reggelt kívánok. Kedd van, és már október 1-e. Szép napot kívánok mindannyiuknak. Vadai Ágnes, a DKR elnöke a vendégünk. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Hát először is azt mondják, hogy hát minden maguk miatt van már megint. Tehát, hogy anélkül, hogy egyeztettek volna az Együtt PM-mel igazán, de hogy végképp nem az MSZP-vel, visszaléptették Falus Ferencet. Jó reggelt kívánok, azzal kezdem, hogy nem csak Malvin napja van, hanem az idősek világnapja is, és ez szerintem egy fontos dolog, úgyhogy egy szép hosszú életet azokat, és egészséget. Sok szeretettel köszöntjük, vagy köszöntöm. A másik pedig az, hogy nyilván nagyon nehéz lenne úgy fölébredni minden reggel Magyarországon, hogy egy csöndnyi gyurcsányozás, vagy dékázás. Van erre igény? Láthatóan azt hiszem, hogy minden oldalról. Ez azt jelenti, hogy ezért valamit a demokratikus koalíció politikában jól csinál. Ez természetesen, amit tudom, hogy mi vagyunk a hibásak, ez azt gondolom, hogy ez egy téves út. Ez egy téves út. A Falus Ferenc, akit én egyébként személyesen szeretek, tisztelek, a barátomnak tartok, és nagyon tisztességesnek tartok, ő nem a mi jelöltünk volt. Tehát mi támogattuk őt, és nyilván valamikor az a döntés született, hogy ő visszalép, akkor a demokratikus koalíció elnökségének hát nem túl sok vitatni valója nincs. De az a döntés az hol született meg, hogy visszalépe? Mert ugye pont azt mondják, hogy önöknek lett elégük, és Gyurcsány Ferenc mondta azt, hogy na most elég. Hát nem tudom, azt én egészen biztosan tudom, hogy én mentem kampányolni Falus Ferencnek, és mentem volna még, tehát rajtam és rajtunk nyilvánvalóan nem múlott. Nem mi voltunk azok, akik úgy döntöttünk, hogy a Feri visszalép. Nyilván saját maga is esetleg úgy döntött, és másod, egészen biztosan nem a demokratikus koalíció és annak elnöksége ült le és mondta azt, hogy na, már pedig akkor neki vissza kell lépnie. Megszületett ez a döntés, ebben a demokratikus koalíció elnökségének hát annyi dolga volt, hogy tudomásul vette ezt a döntést, és az persze természetes, hogy azt gondoljuk, hogy akkor is kell, hogy maradjon demokrata jelölt. És éppen ezért mondtuk azt, hogy akkor Bókros Lajost támogatjuk a főpolgármester jelölti. Ez a fajta megbeszélés, ez korábban nem létezett? Tehát Falus visszalépése előtt Bókros Lajosan nem beszéltek arról, hogy beállnának mögé? Ez Bókros Lajos a demokratikus koalíció elnökségének nem tagja, ott nem járt. Tehát nem ültünk le, és ott az elnökség is nem vitattuk. Arról mit gondolom, amit az MSZP most képvisel, illetve az MSZP egyik fórum az országos elnökség képviselő, hogy Bokros Lajos nem baloldali jelölt, szembe megy a programja számtalan pontban azokkal az elvekkel, amit egy baloldali politikus képviselhet, és ezért nem támogatják, és ezért nem állnak mögé. Mi álláspontunk ebben a kérdésben nagyon világos. Számunkra az a fontos, hogy legyen egy demokrata jelölt. A demokratikus koalíció eleve is egy úgy szerveződött párt, hogy ott egyébként baloldali demokraták, liberális demokraták és konzervatív demokraták is ülnek. Kerékbárci Szabolcs például. Tarlós István nem demokrata? Ő egy olyan rendszert támogat, egy olyan rezsim képviselő, amely semmiképpen sem nevezhető demokratikusnak és demokratának. Tehát az Orbán rendszer azért nem egy demokratikus rendszer. Ezzel aki azt mondja, aki annak a része, az meg is bélyegzi önmagát ezzel? Természetesen. Tehát ugye azt gondolom, hogy aki ennek a rendszernek a szekerét bármilyen módon tolja, politikailag értelem, tehát politikai értelemben gondolom, hiszen az, aki mondjuk a közigazgatásban dolgozik, az nyilván nem tehet más, mert kénytelen ezt csinálni, de aki politikailag ezt a szekeret, ezt az antidemokratikus szekeret tolja, az maga is antidemokratikus. Ugye ezzel azt is mondja, hogy Bokrosnál elég, ha azt mondja, hogy Orbánnak mennie kell, és már is az önök embere lehet. De én azt gondolom, hogy Bokros Lajos nem pusztán ennyit mond, hogy Orbánnak mennie kell, hanem azt mondja, és ő hosszú évek óta ezt mondja, hogy demokrácia, piacgazdaság, nyitottság, olyan téziseket mond, ami egyébként nem ellenkezik a demokratikus koalíció alapvető programjával. Az, hogy ebben egyébként a szövetségesink egy-egy konkrét ügyben mit gondolnak, ez nyilván lehet vitatárgya. Emlékszem arra, hogy az áprilisi választások idején is voltak olyan kérdések, amikben nem értettünk egyet, de szerintem elég világos a magyar demokratikus választói közösség, a budapesti demokratikus választói közösség üzenete is. Drága barátaim, keressétek már azokat a dolgokat, amik összekötnek benneteket, és szerintem Bokros Lajossal sokkal több mindent összeköt bennünket, mint ami elválaszt bennünket. Ön a délután heti válasz internetes oldalán jelent meg, aztán ma reggelre már a Magyar Nemzetben is hoppot van, hogy Kunhalmi Ágnes a DK tagja lesz október 13-ától, és hát voltak éppen az egész az ő általa vezetett választások ennek jegyében teltek az elmúlt hetekben, hogy igazából már a DK szekerét tolta. Mit gondol erről? Hát először sem a heti válasz, sem a Magyar Nemzet nem az a sajtóorganum, amit, hogy mondjam, alfának és omegának lehet tekinteni. Tehát ők azért sokszor mondtak már, hogy mondjam,
hogy írtak már álhíreket, ez egyik, a másik pedig ugye senki nem gondolja, hogy Kunhalmi Ágnes az a politikus lenne, meg tisztességtelen politikus lenne, aki azt mondja, hogy na hát be akarok lépni a DK-ba, ezért majd október 13-án, ezért már most olyan alkukat kötök, hogy akkor majd, hogy akkor majd az Kunhalmi Ágnes akkor áruló lenne, gondolom, árulókat nem keresnek a pártba. De nézzük ezt pozitívabb oldalról, tehát hogy amit Kunhalmi Ágnes képvisel, meg amit most elmondott a budapesti elnökség véleményeként, és ez majdnem szó szerint ugyanaz azzal, mint amit ön elmondott, hogy kell egy jelölt, és egy demokrata jelöltet kell választani, ha nincs más. Ez összehozhatja önöket, és akkor semmiféle árulás nincsen, egész egyszerűen csak nagyjából ugyanafelé haladnak. Én a következőt gondolom erről az egészről. Nekünk nem az a dolgunk, hogy a politikai, hogy mondjam, elitet ebből a szempontból építgessük egyik vagy másik pártban. Nekünk az a dolgunk, hogy a demokratikus szavazótábort próbáljuk egybetolni, egybetartani. Nem véletlen, hogy egyébként az ellenállás napján Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hogy szükség lesz majd egyszer pont a választási rendszer miatt egy nagy baloldali demokrata pártra, vagy uniópártra, vagy demokratikus koalícióra, mindegy, hogy hívjuk. Ott mindenkinek lesz helye és De olyan szerepe. Módon is lehet azt építeni, hogy szépen lassan átszivárognak azok az emberek különböző pártokból, akik ezügyben egyet tudnak gondolni. Azt sem tudom, hogy ma este mi lesz, amikor Gyömrön a demokratikus ellenzék jelöltjei mellett fogok kampányolni, meg azt sem tudom, hogy mi lesz Kőbányán vagy Csepelen, ahol a demokratikus koalíciónak, vagy éppen a 15. kerületben, ahol a demokratikus koalíciónak vannak polgármester jelöltjei, remélem nyerni fognak. Azt meg aztán végképp nem tudom, hogy október 13-a után kik lesznek azok a politikusok, akár helyben, akár országos szinten, akik úgy döntenek, hogy egy, ott hagyják a politikát, kettő, valami más pártban akarják folytatni a politikát. Azt üzenni, hogy a DK az vadásza a politikusokat, és azt üzenni, hogy egyébként más pártokban ülő demokratikus politikusok meg úgy dolgoznak már most, hogy ebből ennek az legyen a vége, hogy otthagyják, ez azt gondolom, hogy a Heti Válasz meg a Magyar Nemzet, hogy mondjam, ostoba szekerének a tolás, remek és ebben nem vagyok hajlandó. Van még, tényleg megváltozik a DK neve a választás után? Mire is? Uniópárt, vagy valami hasonló. Van még ilyen a tarsolyba? Tehát nézd, én lennék a legboldogabb. Most ez is mondott valami hasonlót, amikor sorolta. De erről beszéltünk, tehát erről persze. Korábban is beszéltünk, de az, amikor a névváltoztatásról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy egyébként azt az igényt teljesítjük, amit a baloldali, demokratikus, vagy éppen a konzervatív demokratikus közösség elvár tőlünk, és szerintem ez a helyes út. És ebben lehet valami tartozni. Tehát a névváltozás az reális út. Hogy egy hosszú távon, hogyha létrejön az a nagy, közös, egységes, demokratikus párt, amiben egyébként helye van a szociálliberálisoknak, a liberálisoknak, a mérsékelt konzervatívoknak, akkor ott létrejön végre egy nagy olyan demokratikus párt, ami valódi alternatíva az lesz. Az Gyurcsány pártja lesz? Nézze, miután az elmúlt, hát mondjuk 10 évben minden reggel úgy ébredtünk föl, hogy minden a Gyurcsány körül forog, ezért valószínűleg már a nagyon okos elemzők, hozzáteszem jobb és bal oldalon, és azt fogják mondani. A Gyurcsány akarja, a DK akarja, ez a Gyurcsány pártja, ez a Gyurcsány embere. Nézze, azt látom, hogy ebben az országban valahogy mindig mindenki kötődik valamilyen módon Gyurcsányhoz. Azért én ezen őszintén szóval nem csak mosolygok, hanem néhány ember helyében elkezdenék egy kicsit gondolkodni. Na, hadd kérdezzek zárásként még valamit. Ma lesz Navracsics Tibor meghallgatása az Európai Unió biztosi pozíciójának előszobájában. Mit gondol erről? Milyen esélyei vannak? Az európai szintéren nyilván ez egy politikai alkú eredménye, hogy ki milyen portfóliót kap. Minden esetre hát az ő meghallgatása szerintem nem lesz egyszerű. Azok a szövegek, amiket már eddig hallottunk tőle ott az európai szinten, azok messze ellent mondanak annak, amit ő képviselt az elmúlt 4 évben Magyarországon. Szerintem nyilvánvalóan nem mondott igazat, amikor arról beszélt, hogy itt akkor, nem tudom, egy civil szervezeteket kell erősíteni, mutassák be az Európai Uniót, hogy nagyon fontosak ezek az alapértékek. Érdekes,
hogy az alapértékek most, hogy uniós biztosi fizetést kap, nagyon fontosak. Akkor, amikor szerényebb miniszteri fizetése volt itt Magyarországon, akkor egyáltalán nem számítottak ezek az európai alapértékek, amelyek, hozzáteszem, nem azért vannak, mert Brüsszelben azokat megalkották, hanem azért vannak ezek az európai alapértékek. Hosszú-hosszú évszázadokon keresztül Európában kialakult, legalábbis, hogy mondjam, az értelmesebb felén kialakult egy konszenzus arról, hogy szeretjük a demokráciát, hogy szabad a sajtó, hogy szabad a vallás gyakorlás. Nem lehet, hogy Navracsics Tibor is így gondolja? Csak most már meri is így gondolni? Ja, hát gyáva népnek nincs hazája, gyáva biztosnak meg van uniós biztosi fizetése, de becsülete nem biztos. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.